Több autós is pórul járt, mert az elmúlt években egyáltalán nem törődött gépjárműve műszaki állapotával. Az elhanyagolt kocsik így sok esetben nem mennek át elsőre a műszaki vizsgán. A vizsgatumultus, amiről ugye itt a médiában is szó van, egyéb ilyen, talán én mondhatnám egy kicsit ilyen rémhíreknek is, mert igazából maga a vizsgasor, a vizsgasorok egyéb helyen ugye megfelelő kapacitással működnek, én úgy gondolom. Ezek az elcsúszások, amik történt, hogy felhalmozottak ezek a járművek, hát itt azért nem a rendszerre kellett ráfogni, hanem maga az ügyfelekre, akik ugye kihasználták ezt az X évet, X időt ugye a Covid helyzetben, hogy ugye csökkentsék a költségeiket esetlegesen. Most is a tumultus nem az a tumultus, hanem igazából nagyon sok a nem megfelelő jármű, ami nem felel meg ugye műszaki vizsgán, és ezek ugye egy újbóli időpontot kell, hogy kérjenek, ami persze hát megint akár hetekbe is kerülhet, mire ugye ő sorra kerül esetlegesen. Hát itt azért ugye az ügyfeleket kérnénk mindenképpen, hogy akik, vagy nem is akik, hanem akár mindenki műszaki vizsga előtt, egy vizsga előzetest, bármilyen szervizbe, bárhol nézessék át az autójukat, és ne itt a vizsgán derüljön ki az, hogy ugye nem megfelelő, akár egy gömbfej miatt, vagy akár teljesen mindegy, egy rossz fékállapot miatt. Ezt jobb lenne, hogyha ők is eldöntenék, és előtte megvizsgáltatnák a járműveiket. Az éves ellenőrzések és szervizek kihagyása is meglátszik a vizsga eredményeknél. Nem csak a műszaki vizsga kötelezettség volt itt elmulasztva a gépjármű tulajdonosok részéről, hanem maga a műszaki felülvizsgálat vagy éves szervizeket is elhanyagolták nagyon sokan. Így természetesen feltorlódtak azok a problémák, amik ugye esetleg egy fékkopásból, gömbfejek, gumiharom kiszakadások és egyéb olyan hibák, ami ugye vagy futóműre vezethető vissza, vagy biztonsági berendezésekre, ami természetesen ugye hát sajnos a gépjármű tulajdonosok húzták, halasztották addig az időt, ameddig ugye a törvény ugye ezt megengedte. Magyarországon átlagban minden ötödik elhalasztott műszakival rendelkező autó megbukik az első vizsga alkalmával. Nálunk ugye, mivel hogy átvizsgálással végezzük a műszaki vizsgáztatásokat, előzetes átvizsgálással, így a gépjármű nem megbukott minősítést kap ugye a vizsgálat során, hanem csak egy egyszerű átvizsgálási díjat kell neki fizetni, ami a mi szervizünkben jelenleg 8000 forint. Sajnos, hogyha nem nálunk javítatják meg az ügyfelek, hát ugye vannak saját szerelőik, saját aparátjuk, vagy bármi, akkor ha ott javítatják meg az átvizsgálást, azt újból fizetni kell, mert ugye a járművet újból át kell vizsgáljuk ugyanúgy. De ha mi javítjuk, ugye ez az átvizsgálás nem kell, hogy még egyszer kifizessék, hanem ugye csak egyszeri fizetés van. Az esetleges emelkedések miatt célszerű újra áttanulmányozni a szolgáltatások árait. Különböző kategóriák vannak ugye a járművekben is, akár ugye a négy kerékhajtásosokról beszélünk, de beszélhetünk ugye kisfurgonokról, kisteherekről, de beszélhetünk a lakókocsiktól kezdve ugye nagyon sok mindenre. Ez ugye a vizsgáló állomásokon az ügyfélváróban ki kell legyenek plakátozva, hogy mindenki láthassa, hogy ő melyik kategóriába tartozik, de ha ő ezt nem tudja átlátni, akkor ugye az ügyfélszolgálaton segítséget is tudnak kérni. Mindenképpen, aki nem bízik a járművében, vagy pedig ugye már a 10-15 év körül jár, vagy akár több százezer kilométer van a járműve, azok mindenképp vizsgáltassák meg. Mielőtt ugye a vizsga időpontokat kérik, ne érintsék őket rosszul, hogy mégsem sikerült a műszaki vizsgáljuk. Ugye egy közlekedő járműről beszélünk, ahol az úton több jármű közlekedik, és ugye a nem megfelelő műszaki követelménnyel való közlekedés az ugye akár halálesethez is vezethet. A vizsgaállomások továbbra is megfelelő kapacitással üzemelnek, kisebb torlódás egyedül csak újra vizsgázandó autók esetén alakulhat ki.